Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, március 24-én csütörtökön még mindig Gáborokat és Karinákat köszöntjük, és hát itt közben Borsóval, teljes mértékben barátságba kerültünk, aki egyik vendégünk most. Egy tündéri kutya, igen, és próbáltam ide csalogatni, igen. Borsó, nem jössz ide egy picit? Dehogy nem. Na, ugye? Szervusz, nagyon fontos programról is beszélgettünk, aminek nagyon szellemes és nagyon fontos címe van, Csipet a csapatnak, hogy pontosan miért, azt mindjárt megtudjuk vendégeinktől. Óvári András alapító, Vigyél Haza alapítvány részéről. Megfogom a pórezt, jó? Dr. Bánfi András állatorvos és Nacsa Olivért is köszönjük tisztelettel, aki hát ugye nagy barátja a négylábúaknak, de jól tudom azért, úgy gondolod, hogy mégis jobb az, jobb a békésebb úgy a világ, hogyha te nem tartasz kutyát otthon, ugye? Egyrészt, hát pont ezért. Igen, egyrészt ott van nekem Ivának, akit elég tartani. Nem, valóban én hihetetlen kutya őrült vagyok a párommal együtt. Az én életvitelem, a mi életvitelünk az sajnos nem teszi lehetővé azt, hogy kutyát tartsunk. Igen. Egy lakóparkban, meg hát azért az egy felelősség, tehát kétségtelen, de biztos vagyok benne, tehát mind a ketten kutyák között nőttünk fel, tehát biztos vagyok benne, hogyha az életünknek majd eljön az a szakasza, amikor megfelelő módon belefér az, hogy megfelelően az ember gondoskodjon egy kutyáról, akkor biztos, hogy a mi gyerekeink is. Ez az igazi felelős állattartás, nem? Amikor valaki fel tudja azt is mérni, hogy alkalmatlan. Igen, mi is azt szoktuk mondani, hogy az tartson kutyát, aki felelősen tud egy életen át gondoskodni róla. Azt csak remélhetjük persze, hogy Olivier, ha egyszer a kutya mellett dönt, akkor majd örökbe fogad egy kedves állatot. És akkor a fára vigyél haza. Egyébként ezt mi már meg is beszéltük, tehát a párom abszolút ennek ebbe az őrületbe él, hogy mindenképpen örökbe fogadni, és én ezt támogatom. Na most Borsó itt nagyon sokat szaladgál, pedig egy kis kísérlet részese lesz hamarosan. Megnézzük, hogy ő megkapta már azt a csipet, ami most már kötelező, ugye? Tehát minden kutyusnak kellene, hogy legyen csipje, hogyha gazdaváltás előtt áll, ugye? Azt hiszem így pontos a dolog. Így van, tehát gazdaváltáskor már kötelező, illetve hogyha útlevelet váltunk ki a kutyának, tehát utazni akarunk vele, akkor is kötelező. Uh-huh. Azon a cél, hogy azok is megkapják, akik mondjuk nem ebben az van a cél, hogy mindenkinek legyen egy csipjet, nyilván ez egy eléggé utopisztikus cél, de azért közelítünk. De maga a folyamat nem túl komplikált. Nem, egyáltalán nem. El is hoztam egyébként egy mintát, hogy talán hát ha kedvet kapnak az emberek, tudnék, nagyon... Visszadom, jó? Borsod, meg tudjuk nézni. Általában úgy szokták mondani, hogy csipet beültetjük. Most ez a beültetés kifejezés, ez nagyon rossz. Igen. Mert egyszerűen ez egy injekció, amit be kell adni. Igen? Igen, ekkora egy mikrocsip. Ebben bele van rakva egy mikrocsip. Ez mint a rizsszemnek, mint egy rizsszem tulajdonképpen, vagy mint a tollhegy. Uh-huh. Akkora. Tehát ez nem egy beültetés, nem egy műtéti beavatkozás, hanem egyszerűen egy injekciós fecskendővel ezt be fogják tudni, vagy beadják. Akkor ez nagyon nem fáj a kutyának, ugye? Hát igen, úgy van azért kialakítva ennek a hegye, hogy úgy csúszom be a bőrbe, hogy igazából nagy fájdalmat nem okoz. Ez elég komoly projekt, hogy olyan hegyet úgy gyártsanak le, hogy az tényleg jól, fájdalommentesen beadható. Nyilván azért valami fájdalommal járt. Tehát a tű nem egy kellemes dolog. A tű nem egy kellemes dolog. Mindannyian tudjuk. De egy védőoltásnál nem sokkal kellemetlenebb, az biztos. Nézzük meg ezzel a műszerrel, akkor, hogyha egy kutyusban van csip, hát Borsóban van. Borsóban van. Természetesen mi. Most mindjárt kicsit. Igen, mindig a nyak bal oldalára tesszük, tehát az is lényeges, hogy nem akárhol keressük a kutyával, mert hát nyilván egy nagy testű kutyával aztán elbokkázhatnánk órákat, hanem bekapcsoljuk ezt a műszert, amely hát persze mindenféle alakú és rendű rangú lehet. És mint egy vonalkódolvasó. Igen, ez pontosan olyasmi, és valójában egy számsort ír ki, ez a számsor az a chip száma, amely, hogyha rögzítve volt a PetVet Data rendszerében, az egy internetes portál, akkor rögtön ahhoz rendelt összes adat rendelkezésünkre áll. Aztán a kutya nevét írja ki, vagy a telefonszámot. Nem, ez is egy jó dolog, hogy erről tudunk beszélni, mert ez egy számsor. Uh-huh. Ebben nincsen elem, amit cserélni kell, vagy szóval nincsenek ilyen alkatrészei. Ez egyszerűen egy olyan kis szerkezet, amely tulajdonképpen ezzel a leolvasóval működik csak együtt. A bőrön keresztül ezt leolvassuk, egy számsort ír ki, azt a PetVet Data rendszerbe beütjük azt a számsort, az kiadja a tulajdonosnak a nevét, a telefonszámát, elérhetőséget, a kutya nevét, mikor volt oltva, veszettséggel és minden egyet. Hát, hogy mindez egyértelmű legyen és közérthető, ez egy rendezvény is társul, bár a hétvégén próbáltok figyelmet felhívni. Szombaton a Városligetben az 56-os emlékmű mögötti füves részen lesz egy Csipet a csapatnak című akciónk, ahol a közterület felügyelettel közösen
bárkinek ingyen megvizsgáljuk, megnézzük a kutyáját, hogy van-e benne mikrocsip, ha van benne, akkor van-e regisztrálva. Ha nincs, ja, mert hogy még ez is lehet egy probléma? Ez egy komoly probléma, hogy nagyon sok kutyában van ugyan mikrocsip, de azt nem regisztrálták a rendszerbe. Hát ez olyan, mint egy Bianco személyigazolványt kapott volna. Valaki semmire se jó gyakorlatilag. De ezt utólag lehet programozni? Tehát, hogy ha utólag van egy Bianco csip a kutyában, akkor hozzá kell rendelni a tulajdonos adatait. Világos. Ezt mi ott megcsináljuk ingyenesen, az állatorvosok megcsinálják ott ingyenesen. Illetve még érdekesség, hogy az első 50 jelentkezőnek, ha nincs mikrocsip a kutyájában, akkor annak a csipezési költségét átvállaljuk. Tehát természetesen egy kupont adunk, amit a Bánfi doktor úrék jó voltából az ő klinikájukon lehet igénybe venni. Tehát a helyszín nem lehet, ez egy állatorvosi beavatkozás, ezt nem lehet közszerületen. Na, de még az is egy nagy vonzerő, hogy esetleg találkozni lehet Nagy Olivérrel is, ugye? Aki ott lesz, nagyon remélem, hogy igen. Valóban, hát tényleg nagyon remélem én is, hogy minél többen eljönnek. Most én azt nem tudom, mert azt én sem tudom, hogy mitől kötelező egyébként ez a csip, vagy miért kötelező hát, most már ez? Tavaly év óta született egy rendelet, hogy minden kutyánál, aki tulajdonost vált, vagy eladnak, szóval akár az új kutyáknál, akár a tulajdonos váltásnál kötelező a mikrocsip beültetés. De mondjuk, ha valakinek van egy kutyája már 3 éve, akkor neki a kutya élete végéig már nem lesz kötelező a mikrocsip, pedig nem találják meg a kutyát, ha elvész ilyenkor. Ezért mi mindenképpen arra szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy csipezzék a kutyát a felelős állattartók éppen azért, hogyha elkuborod a következő kutyát, már az, hogy egy GPS adóvevőt építenek a kutyában, akkor lehet majd megtalálni. Jó, hát az egyéni azonosítás az egy nagyon fontos dolog, és gyakorlatilag csak ennek kapcsán lehet megtalálni egy kutyát. Tehát lehet hirdetni mindenhol, meg plakatírozni. Aha. Nyilván, az is egy módszer, de körülbelül 4 perc alatt meg lehet találni egy kutyát, hogyha leolvastuk, mert fölmegy az ember az internetre, és felírja a tulajdonosát. Rajtad kívül kik lesznek még ott, Oliver, tudsz erről valamit? Hát, na, igen, de te talán jobban tudod. Patricia. Kovács Patricia is ott lesz még, Tolnocki Anita is segít, ott lesz Tencsánk Zsuzsa is, és lesznek kutyás és játékos programok is, szóval aki nem kutyával jön, az is talál programot, hiszen gyerekeknek való program is lesz. És örökbefogadni esetleg... is lehet egyébként? Magamban is tettetek egyet, annyira belejöv. Ott a helyszínen nem lehet örökbefogadni, de tanácsot adunk arra, hogy hogyan lehet az alapítványunktól örökbe fogadni kutyát, illetve az Illatos úti átterepről hogyan lehet kutyát örökbe fogadni. Óriás, hát ez csodálatos. Mindezt a hétvégén gondolom délelőtti órában. Szombat délelőtt 10 és 2 között a Várostigetben. Oké, okay. Borsót egyébként gondolom nem lehet hazavinni ő saját? A múlt héten még örökbe fogadót várt ez a kutya. Szintén törött lábba hoztuk ki az Illatos úton, a Bánfi doktor úrék műtötték meg, már meggyógyult, és gazdát kerestünk, ami kiderült, hogy a feleségem már eldöntötte, hogy ez is a mi kutyája. Ez ugye a harmadik kutya. Harmadik, hát leszemből 30 is. Nem, nálunk nem, ideiglenes befogadóinknál vannak a kutyák, akik gazdára várnak általában, de hát Borsó már Borsó beépült, igen. Jó. Akkor köszönjük be kell programozni a chipbe a megfelelő adatokat most már. Természetesen. Nagyon szépen köszönjük, és jó időt kívánunk szombatra, hogy jó legyen a rendezvény. Köszönjük. Köszönjük szépen.